Több kilométer hosszan láthatóak ezek a mély karcolások, na nemrég 700 millió forintból felújított Jászíványba vezető úton. Vélhetően egy mezőgazdasági géppel közlekedő figyelmen kívül hagyhatta, hogy a vontatmánya kárt okozott az úttestben. A korábban rendkívül rossz állapotban lévő utat 2021-ben újították fel, és ez az egyetlen bejutási lehetőség a településre. Az itt élők nagyon régóta várták már, hogy elkészüljön ez az út, és nem értik, hogyan történhetett ez az eset. Nem szólt neki valaki, hogy álljon, még senkivel nem tanálkozott egyik. Még már hosszan ment, vagy 3 kilométert, hogy nem szólt senki neki, hogy hát álljon meg, vagy ön se vette észre, nem tudom, hogy mi. Egy másik férfi is hallott az esetről. Véleménye szerint, mivel több kilométeren keresztül látszódnak az úton a nyomok, ezt nagyon nehéz lesz helyreállítani. Hallottam azt, hogy megkarcolta valamilyen nagy gép a utat, és elég jól mondták, mert bejelentették, hogy nem is olyan egy helyrehozni, mert nem olyan veszélyes a kár, de viszont ezt nem lehet javítani, ez olyan minimális kár egyébként, csak na, mégis csúnyán néz ki tőle az út. Egy jászíványi hölgy a közösségi médiából hallott először az esetről. Szerinte is felháborító, és nem érti azt, hogy lehet valaki ilyen felelőtlen és trehány. Ki volt élve csoportba, hogy valaki szinte felszántotta az új utat, hát, és nagyon vártuk már, hogy kész legyen ez az út, úgyhogy borzasztó, ami történt. Hát reméljük, hogy megtalálják a tettest, mert ez azért nem maradhatna így mindenféle büntetés nélkül, gondolom. Úgyhogy ennyit tudok mondani, nagyon csúnyán, én is láttam, hogy nagyon csúnyán felszántotta, valahol olyan másfél centi mélyen is szerintem, nem álltam meg pontosan azért megnézni, de csúnya. A település polgármestere Tori András szerint is felháborító az eset. A legnagyobb közösségi oldalon ezt írta. Nincs 3 éve, hogy felújítottuk több mint 700 millió forintból a bekötő útunk. Az elvégzett munka tökéletes volt. Azért csak volt, mert sajnos vannak olyan mezőgazdasági dolgozók, tisztelet a kivételnek, akik folyamatosan teszik tönkre az utat. A Magyar Közút ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. A kárt feltehetőleg a traktoros biztosítójának kell majd megtérítenie.